Hírek és álhírek nyomában ez a Hírigaz, a Szatellit Televízió hírmagazinja. Köszöntjük nézőinket! Ma két témával foglalkozunk, egy csillagászati és egy genetikai témával. Már is hívhatják műsorunkat, műsorunk telefonszáma 303 90 92, e-mail címünket pedig rövidesen láthatják majd a képernyő alján. Tehát, hölgyeim és uraim, ma a csillagászatról és a genetikáról lesz szó a Hírigaz műsorában. A NASA közzétette azokat a szenzációs képeket, amelyek alapján a tudósok folyékony víz jelenlétét valószínűsítik a vörös bolygók felszínén. Ezek az eddigi legjobb felbontású felvételek a bolygó körül keringő Mars Global Surveyor űrszondáról érkeztek. A kutatók szerint a vízmosások és hordalék kúpok geológiai értelemben véve igen fiatalok lehetnek. Emberi léptékkel mérve persze ez is tág határokat jelent. Keletkezhettek néhány millió éve, de akár tegnap is. Most kedves nézőink, a Mars kutatásáról és a Földön kívüli élet lehetőségeiről is szó lesz az elkövetkezendő percekben. Kedves nézőink, hogy mennyire frissek vagyunk, ez az is bizonyítja, hogy az egyik kereskedelmi televízió éppen ma jelentette be azt a témát, amivel mi rövidesen csillagász szakértőnkkel is bővebben fogunk beszélgetni. És hogy mennyire frissek vagyunk, ez az is példázza, hogy a Magyar Távirati Iroda jelentését tartom a kezemben, miszerint holnap hajnalban rajtól Amerikából az Endeavour amerikai űrrepülőgép, amelynek nem más a célja, mint hogy a nemzetközi űrállomás első legénységét odaszállítsa. Nos, rögtön ezzel is kezdeném. Horváth András űrkutató csillagász, bemutatom, jó estét kívánok, de azt hiszem, hogy a televízió nézőknek nem kell különösebben bemutatni. Kezdjük először az amerikai űrhajósokkal, akik holnap hajnalban rajtolnak. Mit kell tudni a küldetésről? Reméljük, hogy holnap hajnalban indulnak. A küldetésnek van egy különlegessége. Egy hatalmas nagy rácsos szerkezet induló elemét viszik föl, amelyikre 4 darab napelem szárnyat szereltek föl. Ezek óriásiak lesznek, amikor majd szétnyitják őket. 73 méter fesztávolságúak. Ezek fogják biztosítani a nemzetközi űrállomás első energiaellátását. 3 űrsétát is terveznek. A fesztávolság meghaladja egyébként a Boeing 747-es repülőgépnek a szárnyának a fesztávolságát. 3 űrséta, igen. 3 űrséta során az űrhajósok segítenek az egész műveletnek a végrehajtásában. Egyébként azért azt szeretném mondani, hogy az első legénység már fönn van, ők majdnem egy hónap ezelőtt indultak. Az Endeavour legénysége úgynevezett látogató legénység, aki az építés. Az Endeavour űrrepülőgép megy föl, valahány űrhajós, aki fölmegy, az végrehajtja ezt a nagy szerelési munkát, és aztán vissza is jön. Nemzetközi a legénység? A legénység főleg amerikai űrhajósokból áll, azok, akik most fönt vannak a nemzetközi űrállomás fedélzetén, azt lehet mondani, hogy ők nemzetköziek, hiszen 2 orosz és 1 amerikai űrhajós van, aki egyben a nemzetközi űrállomás első parancsnoka is. Kedves nézőink, a NASA közzétette honlapján azt az időpontot és azokat a lehetőségeket, amivel önök is figyelemmel kísérhetik az Alfa űrbázisnak a mozgását. Nos, aki erre kíváncsi, holnap hajnalban 5 óra 17 perckor délnyugat-délkeleti irányban Budapest felett körülbelül 2 perc erejéig láthat egy iszonyatos fényességgel áthaladó valamit. Nos, ez az Alfa űrállomás. Jól tudom? Igen, és azt gondolom, hogy a következő években még nagyon sokszor lehet megfigyelni, meglehetősen fényes objektum lesz, úgyhogy ne tessenek UFO-ra gondolni, ez a nemzetközi űrállomás. Amiken szép lassan, néhány perc alatt átvonul az égbolton. Akkor tovább folytatva azt a témát, amiről eredetileg is beszéltünk, ugye ön mit szólt ahhoz, amikor meghallotta, hogy a Marson vízre utaló, folyékony vízre utaló jelenségeket tapasztaltak? Az a helyzet, hogy a Mars Global Surveyor űrszonda, amelyik már 3 éve kering Mars körüli pályán, a felvételei alapján néhány szenzációs bejelentést tettek az amerikaiak. Az egyik bejelentésnek az volt a lényege, hogy 3-4 milliárd évvel ezelőtt egy hatalmas óceán volt a Marsnak az északi féltekéjén. Az, hogy most megtalálták a récens vízfolyások nyomát, ez tulajdonképpen egy plusz adalék ahhoz, hogy valószínűleg még ma is folyik a víz megfelelő rétegekből. Itt a képen azokat a kis csatornáskákat látjuk, ahol a víz lefolyik. Valójában arra kell gondolni, hogy ez sár.
vörös színű sár, mert a megolvadt víz a vörös marsi homokot viszi magával, és ott a képeken lehetett látni, ilyen hordalékú formájában ezeket lerakja. A meglepő az volt, hogy nagyon sok helyen, több mint 150 képen, 120 különböző helyen találtak ilyen víz folyásra utaló nyomokat. Na most a víz mennyiségéről mit lehet tudni? Mert azt mondják, hogy 2500 köbméterről hallottam, csak az nem mindegy, hogy 2500 köbméter óránként, másodpercenként, percenként, vagy mennyi idő alatt tör a felszínre? Az a helyzet, hogy arról meglehetősen keveset tudunk, hogy mennyi víz van a marsi talajba fagyva. Ma a szakemberek azt gondolják, hogy meglehetősen sok, hiszen régen, 3,5-4 milliárd évvel ezelőtt, nagyon nagy mennyiségű víz volt az óceánokban, tengerekben, és hatalmas, több száz kilométer hosszú folyókban folyt. Ma ez a víz folyékony állapotban nincs a Mars felszínén. A Mars poláris sapkáiban, az északi és déli poláris sapkáiban van ez a víz egy része, másik része pedig néhány száz méter mélységben van befagyva a talajba. Ennek a néhány száz méter mélységben befagyott talajvíznek a folyás nyomait fedezték most föl a Mars Global Surveyor képein. Érdekes ez az egész Mars kutatás. Ugye izgatottan figyeltük a Pathfindernek a küldetését is, amikor megérkezett. Érdekes volt az is, amikor ugye az első Viking űrszonda leszállt ugye a Mars bolygójára. Miért fontos nekünk ennyire a Marsot kutatni? És mióta kutatják az emberek? Hát azt lehet mondani, hogy a Marsot több száz éve kutatják, hiszen a Mars szabad szemmel is látható. És amikor elkészültek az első távcsövek, akkor a csillagászok rögtön a Marsra irányították. A múlt században egy óriási érdeklődés nyilvánult meg a Mars iránt azért, mert egyes csillagászok csatornákat láttak a Mars felszínén, ami optikai csalódás volt. A mai űrszondás felvételeken azonban jól lehet látni, hogy hatalmas nagy kiszáradt folyómedrek vannak. A Mars Global Surveyor képeinek az értékelése azt jelezte, hogy óceán is volt régen a Mars felszínén. Ma a Marsról az a globális képünk, hogy régen, 3-4 milliárd évvel ezelőtt a Mars felszínén minden feltétel adva volt, nagyon jók voltak a feltételek az élet kialakulására. Körülbelül abban az időben, amikor a Földön is kialakult az élet, és ma nagyon sokan azt gondolják, éppen a meteoritokban talált nyomok alapján, hogy a Marson is kialakult az egyszerű primitív élet, nanobaktériumok, baktériumok formájában, ezeknek a nyomát lehetett a Marsról származó és a Földön talált néhány meteoritban megtalálni. Tehát itt ezek a képek is jelzik azt, hogy a régen a Marson, éppen ezt látjuk, egy ilyen felvételt látunk a képen, hogy régen a Marson kialakult az élet. Ma a legizgalmasabb kérdés az, hogy a Marson ez az élet hova fejlődött, elpusztult-e, vagy megmaradt? Én azt gondolom, hogy erre a kérdésre a következő időszak űrszondái, elsősorban azok, amelyek 2003-ban indulnak, és 2003 végén, illetve 2004 elején leszállnak a Mars felszínére, egy európai leszállóegységről van szó, és két nagy amerikai autóról van szó. Én azt remélem, hogy ezek az autók, illetve az angol leszállóegység ki fogja deríteni azt, hogy van szerves anyag a Marson. Pillanatra kanyarodjunk még vissza azért a meteorithoz. Ugye, ha jól tudom, ezt a meteoritot, amiből a nanobaktériumokat kimutatták, ezt azt hiszem, hogy az Antarktiszon találták? Egy sarkköri kutatók egyik, találták az meg, egyik, és 11 kiló súlya volt ennek. Öklömnyi nagyságú méretű részét vizsgálták meg, ez 1984-ben találták meg az Antarktiszon, azóta más Marsról származó meteoritokban is egyiket például Egyiptomban találták. De mi a bizonyíték arra, hogy például azok a bizonyos nanobaktériumok, nem tudni, hogy mióta vannak itt a Földön. Lehet, hogy a Földtől fertőződtek meg idézőjelben. Nem, az a helyzet, hogy ennek a meteoritnak a belsejében vannak, ahova nem juthatott semmi földi anyag be. A korát is meg lehet állapítani fizikai módszerekkel, 3,6 milliárd évre határozták meg annak a belső résznek a korát, ahol ezeket a kristályosodott nanobaktérium nyomokat találtak meg, és tulajdonképpen joggal lehet kérdezni, honnan tudjuk, hogy ez a Marsról származik. Hát onnan, hogy az összetétele, az anyag összetétele ennek a meteoritnak és a benne levő gázzárványok, azok a Marsra jellemzők és nem a Földre.
Mit tudnak ezek a baktériumok? Miket tudhatnának, hogyha mondjuk valamilyen módon lehetne őket aktivizálni? Szóval... Nem, ezeket nem lehet aktivizálni, hiszen ezek kristályosodott, ezek megkövesedettek. Uh-huh. Nagyon izgalmas kérdés, hogy vajon jutottak-e a Földre, a Marsról nem kristályosodott nanobaktériumok, ez a baktériumok, hanem élő állapotban, mert ha ilyenek jutottak a Földre is, számukra nem voltak rosszak a földi viszonyok, mondjuk 4 milliárd évvel ezelőtt, akkor ezek itt szaporodhattak, fejlődhettek. Van egy érdekes könyv, most nyáron jelent meg, Paul Davis, ausztrál csillagász írta, az a cím, hogy ötödik csoda, ahol ő azt a gondolatot fejtegeti ki, hogy lehetséges, hogy az élet alapelemei a Marsról származtak a Földre, és mi vagyunk a marslagok. Pontosan ezt akartam mondani, ugye mi a marslagokat keressük mindenütt, holott lehet, hogy éppenséggel mi vagyunk azok. Egymásra kellene nézni, igen. Így igaz. Nos, ezt a elméletet akkor fogják tudni bizonyítani, amikor a Mars felszínén a kutatóegységek megtalálják ezeknek a baktériumoknak vagy az ősi nyomát, vagy a mai élő formáját, akkor kiderül, hogy ezek hasonlítanak a földiekre, vagy nem. Hasonlítanak, akkor az elmélet igaz. Következő kulcsszavunk indítóablak. Ugye arról van szó, hogy vannak bizonyos periódusok, amikor ugye el lehet jutni a Marsra a Földről. Gazdaságosan. Így igaz. A legközelebbi, jól tudom, 2003-ban lesz, és akkor lesz 56 millió kilométerre a Marsra Földtől. A legközelebbi indítási ablak 2001 tavaszán lesz. Ön akkor csak egyetlen egy űrszondát indítanak az amerikaiak, amelyikből mesterséges hold lesz. A 2003-as, tehát a utána következő indítási ablakban az európaiak is indítanak űrszondákat, kettőt, egy műholdat és egy leszállóegységet. A japán űrszonda már évek óta úton van, egy műszaki hiba miatt kering a naprendszerben, és a japánok legújabb számításai szerint 2003 végén, decemberben közelíti meg a Marsot, és akkor fogják Mars körüli pályára állítani. Az amerikaiak pedig két nagy leszállóegységet, két nagy autót, 150 kg-os autót indítanak majd a Marshoz, és a Mars két különböző helyére fogják leszállítani. Tehát azok, ezeknek a szondáknak az lesz a feladatuk, ugye, hogy leszálljanak a Marsra, és ott bizonyos kutatásokat folytassanak, végezzenek valamilyen módon. A szondáknak a feladata komplex. Az egyik a közönség számára is legérdekesebb, hogy a szondák nagyon részletes képeket készítenek a terepről, annyira részleteset, hogy a panorámakamerák mellett mikroszkópok is vannak ezeken a leszálló egységeken, tehát a talaj mikrostruktúráját is tudják vizsgálni, és egyéb más berendezésekkel például meg lehet vizsgálni a marsi homok, a marsi kövek, sziklák nagyon pontos összetételét. A harmadik feladatuk ezeknek a berendezéseknek az lesz, hogy próbálják kideríteni azt, hogy van-e szerves anyag, van-e az élet alap építőköve ma a Marson. Azt is hallottam, hogy ezek a kamerák olyasmit is tudnak, hogy most már tulajdonképpen a 30 centinél nagyobb tárgyakat, illetve a 30 centis tárgyakat is már be lehet majd azonosítani, vagy különböző kőzetdarabokat. A 30 cm-es felbontású képeket azok a szondák fogják készíteni, amelyek Mars körüli pályán keringenek. Ezek a leszálló egységek, ezek 10 mm-es részleteket tudnak a talajon megkülönböztetni, illetve a mikroszkóppal még kisebbeket is. A panoráma kamerának néhány milliméter a felbontása. Olyasmit is hallottam, miközben én utána olvastam ennek a témának, hogy bizonyos szondák olyan balonokat fognak magukkal vinni a Marsra, amelyek 150 méteres magasságba, vagy nem tudom milyen, az, jól emlékszem, 150 méteres magasságba lebegni fognak, hogy úgy mondjam, a Mars légkörében nappal. Egy hosszú kígyószerű valami fog lelógni a balonokról, és ezeknek a végén lesz valami anyaggyűjtő berendezés. Éjszakára, amikor lehűl a levegő, ugye, mert azt hiszem valami 180 Celsius fok akkor körül, lesüllyed, és akkor bizonyos hangyák, ilyen kis kutatóautók rajzanak majd ki a balonok körül. Ez egy nagyon érdekes kísérleti terv volt. Az oroszok 1996-ban el is indítottak egy olyan előkutatási szondát, de ez a kísérlet nem sikerült. Várható, hogy valamikor a 2005-2007-es indítási ablakban franciákkal közösen végrehajtanak majd egy ilyen balonos kísérletet. Ennek az a lényeg, hogy viszonylag közel a felszínhez a marsi szelek által fújt kutatóegység nagy terepet tud bevizsgálni, nagyobbat, mint az autók. Mikor a várható
az, hogy az ember is megjelenik a Marson? Én azt gondolom, hogy az nagyon erősen függ attól, hogy a következő leszálló egységek megtalálják-e a szerves anyagot a Marson. Ha a leszálló egységek megtalálják ezt az anyagot, akkor úgy tűnik a mai becslések alapján, hogy 2014 az az első lehetséges jó indítási ablak, amikor elindulhatna az első emberes Mars expedíció, de a realitása a 2018, illetve 2020-ban megnyíló indítási ablakban van. Tehát én azt gondolom, hogy még egy két évtizedet az emberes Mars expedíciókra várni kell, azért, mert az automata űrszondák sokkal olcsóbban nagyon jól fel tudják deríteni a Mars felszínét, és amikor ez megtörtént, az ember csak akkor indulhat utána. Remélem, hogy még megérjük ezt a pillanatot, mi is mindannyian, ahogy itt vagyunk, hogy a Marsra az ember odaérkezik. Hát kérem szépen, ez egy nagyon izgalmas történet. Ugye alig várjuk már, hogy a Marson ember is megjelenjen, de az egy borzasztó érdekes pillanat volt, amikor az első Viking űrszonda 1976-ban, ha jól tudom, igen, 1976-ban, hogy úgy mondjam, Földet, Marsot ért. Nos, hát a Pasadena-i űrközpontban ezeket a pillanatokat rögzítette a kamera, és ezt idézzük most fel önöknek. Rendben, 9000 lát. Minden jónak tűnik. A forgási irány is jó. Tétőernyő kiengedve. Rendben. Jó, minden rendben. Vettem. Leszálláshoz felkészülni. Vettem. Tétőernyő függőleges. Lassítás rendben. 10.42 szemben tartjuk. Bolygó 1.05-re van. Vettem. Következő fázis mehet rendben. Menj 4-7-re. Parancs beadva. 4800 láb másodpercenként 177 láb. Forgási manőver vége. Rendben vettem. Rejtőrgyő leválás. Vettem. T-105. Mindjárt leszáll. Ez már a miénk, figyelj csak. 2600 láb. Vettem. 1500 láb. Másodpercenként 73 láb. Az ACS csak nem függőleges. Gyerünk. Zöld út a leszállás. Az ACS rendben. Másodpercenként másfél láb. 0-2G. Földet ért! Ez az! Fantasztikus! Istenem! Földet ér is megerősítve! Hölgyeim és uraim, önök a Szatellit Televízió hírmagazinját látják. Annak idején 10 000 jelentkezőből két magyar lányt választottak ki egy pályázat során, mégpedig arra, hogy a NASA kutatóival együtt dolgozhassanak egy új Mars programon. A stúdióba köszönhetjük Gál Bernadettet és Bodó Zsófiát. Hát gratulálunk ehhez a nyereményhez. Még nem utaztatok? Nem. Kezdjük veled. Meg kellett mutatkozz be? Gál Bernadett vagyok. Hány éves? 14 éves vagyok. Pár nap múlva leszek 15. És Hódmezővásárhelyen élek. És egy környezetvédelmi iskolába járok, úgy hívják, hogy Hotto általános iskola és gimnázium. Hogy keveredtél a Marsra? Egyáltalán a NASA központba? Hogy jött ez az egész dolog? Ez egész úgy kezdődött, hogy évek óta pályázok a Magyar Asztronautikai Társaság diák pályázatán, és kapcsolatban állok ezzel a társasággal, és ezt a pályázati kiírást is ők küldték el nekem. Ők bonyolították az egész pályázatot, tehát a magyar rendezést. Mit kellett írni a pályázatba? Egy tervezet. Hogy szeretem a Marsot, meg... Nem, azért ennél konkrétabban. Egy tervezett űrszondának a programját kellett megterveznünk. De 14 évesen honnan tudsz egy űrszonda programot tervezni? Hát onnan, hogy tudom, hogy mit szeretnék kutatni, tudom, hogy miket szeretnék célnak kitűzni, és ismerem a szondát. Hagyjuk egy kicsit a barátnődet is, mert nyilván barátnők is vagytok. Igen. Szóhoz jutni, tőled egy gyors bemutatkozás. Bodo Zsófiának hívnak, 15 éves vagyok, és az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumba járok. Budapesten. Igen, Budapesten. És te hogy keveredtél ebbe az egész történetbe? Én 8. korom óta járok a iskolám csillagászati szakkörébe, amit Simon Tamás tanárul vezet, és az édesanyám ajánlott, ő régebben tagja volt a Magyar Asztronautikai Társaságnak, és ő tanácsolta, hogy lépjek be. És kicsit én is bátrabban beszélj hangosabban. És én is indulok már évek óta ezen a pályázaton, amit ők minden évben kiírnak. Mikor indultok? Februárban, február
tizedike kör. Akkor indultok a NASA-hoz. Igen. És hogyan fogadtátok a hírt, hogy hát a világ minden tájékáról jelentkeztek, és ti lettetek a szerencsés kettő? Hát igazából szerencsés kilenc, tehát összesen 9 embert választottak ki. Nem Magyarországról, azt tegyük hozzá, igen, hanem a világ. A világból összesen 9 vagyunk. És hát, nem baj, százalékos arány, 2 magyar ebben benne van, az már nem nagyon rossz. Jó, nem rossz. És hát örült boldogok voltunk, mikor megtudtuk. Először kicsit féltünk, hogy mikor megtudta az egyikünk, hogy hát neki sikerült, hogy mit szól a másik, hogyha neki nem sikerült, de aztán ez a dolog megoldódott. Kimentek a NASA-hoz, mi lesz a dolgotok? Egy leszállóhelyet kell keresni, keresnünk egy leendő Mars szondának. Egy minta visszahozó Mars szondának. De hát ez hogy történik ez a dolog? Igazából tehát küldtek nekünk az amerikaiak 13 lehetséges leszállóhelyet, amit az amerikai tudósok már gondosan kiválogattak, és ezekről a felvételeket, és valamelyes leírás, de hát nagyon sok mindent magunk következtettünk ki, magunk tettünk hozzá, és ezek közül ki kellett jelölnünk egyet, amit mi javasolnánk, és ezt indoklással együtt elküldtük. És lehet, hogyha ez bejön, mondjuk ez a dolog, tételezzük föl, hogy valóban elfogadják azt a leszálló helyet, amit ti kerestek, akkor lehet, hogy rólatok fogják elnevezni azt a helyet, majd, hogy mit tudom én, Zsófi ellipszis? Vagy azért, Bernadett kráter? Azért ez nem így működik, mert hogyha ki is választunk egy helyet, és mondjuk pont azt, amelyiket egyikünk vagy másikunk jelölte ki, mert hogy mi külön dolgozunk, akkor is azért ez egy csapatmunka. Uh-huh. Tehát, és ez még a tudósok asztalára vissza fog kerülni, és nagyon sok mindent. Hát sok sikert, és remélem, hogy még erről az útról azért hoztok valami filmfelvételt, egyebet, és akkor talán, ha hazajöttetek az űrközpontból, akkor ismét itt a szatellit televízióban vendégül láthatunk majd benneteket egy kis élménybeszámolóra. Mit szól hozzá Horváth András a két fiatal sikeréhez? Szóval azt kell mondani, hogy ez tulajdonképpen magyar szempontból is fantasztikus. Gondoljuk meg, hogy a világról 4 olyan fiatal jutott be ebbe a pályázatba, akik az amerikai szakemberek által kiválasztott 13 hely közül maguk választanak és indokolnak meg egy-egy helyet. Közben még lesz egy szavazás is, egy világszavazás a 9 gyerek közül, hogy ki melyik helyet választja, és aztán következik tulajdonképpen ennek az egész programnak a csúcspontja a februári látogatás abba a központba, ahonnan a Mars Global Surveyort irányítják, azokkal a szakemberekkel dolgozhatnak együtt egy héten keresztül, akik hát tulajdonképpen ennek a programnak, a képfeldolgozásnak a vezetői, és már eddig is rengeteg érdekes adatot közöltek. Én azt gondolom, hogy csak gratulálni lehet a lányoknak, és szurkolunk értük, hogy jól megállják a helyüket, hiszen azért ne tessék elfejteni, hogy nekik angol közegben, ráadásul amerikai közegben angolul kell kint a programot lebonyolítani. Én esetleg javasolnám a Satellit TV-nek, hogy a lányokat kísérje el egy-egy operatőr, meg egy rendező, és akkor nagyon izgalmas, nagyszerű felvételeket lehet készíteni. Nagyon kiváló az ötlet. Én meg javaslom önnek, hogyha a Planetárium ezt megfinanszírozná a szatellit televíziónak, akkor mi mennénk természetesen. Hát nyilvánvaló szívesen elmennénk, félretéve a viccet, de nyilvánvaló, hogy ehhez azért anyagi feltételek is kellenek. Jött közben 3 kérdés. Kiskörösről, Békés Csabáról, Szent Gotthárdról hívtak minket. Egyébként telefonszámunk 303-90-92, e-mail címünket mindjárt láthatják a képernyő alján, sőt, a televízió weboldalát is megkereshetik, azt is rövidesen kírjuk a képernyő aljára. Röviden, csak igen röviden, mert nagyon elcsúsztunk az időben. Szent Gotthárdi nézőnk, Szelecki Emese kérdező, hogy elképzelhető-e, hogy valaha magasabb rendű élő lények népesítették be a Marsot? A mai elképzeléseink szerint nem. A mai vizsgált eredmények azt jelzik, hogy a Marson az elmúlt sok milliárd év alatt elromlottak az induláskor meglevő, az élet számára meglevő nagyon jó feltételek. A Földön ezek megmaradtak, látjuk az eredményt egymáson. Tehát azt gondoljuk, hogy a Marson nem alakult, a Marson helyszínen nem alakult ki fejlett civilizáció,
pillanatnyilag csak azt tudjuk elképzelni, hogy ezeknek az ősi baktériumoknak esetleg kövesedett nyomát találjuk meg, de ezeknek a helyszíni vizsgálata, vagy az utódainak a helyszíni vizsgálata is fantasztikus. Még egy igen rövid kérdés, és ezzel ezt a témát le is zárnánk, és folytatjuk majd rövidesen a genetikai kérdéssel. Mi vezeti vajon az embereket a Marsra? Túlélés, kíváncsiság, mi az, ami minket odahajt? Meg kell, hogy mondjam, hogy a Földön még elég sok hely van, tehát ebben a pillanatban a túlélésre nem kell gondolnunk, hiszen a Földön még sok százezer, több millió évig megfelelőek a körülmények az élet számára. Én azt gondolom, hogy az embert a Marsra a kíváncsiság vezeti. Elsősorban az a kíváncsiság, hogy nagyon szeretnénk megismerni máshol kialakult életet, még akkor is, ha ez csak egyszerű, primitív, olyat, ami nem a Földön alakult ki, mert pillanatnyilag csak egyetlen egy életformát ismerünk, azt, ami a Földön alakult ki, és jó volna ennek a társait a környezetünkben megtalálni. Köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, elfogadta a meghívásunkat, lányok, nektek is nagyon jó utat kívánunk. Hölgyeim és uraim, a Szatellit Televízió Hírigaz című hírmagazinja folytatódik. Most egy rövid kis helycsere lesz itt a stúdióban, amíg a vendégek egymásnak átadják a helyet és a mikrofonokat. Addig viszont nézzék meg, hogy a következő hátralevő időben mi a témánk. Genetikusok legújabb kutatásai alapján az európai férfiak 95%-a mindössze 10 ősatya leszármazottja, akik a Közel-Keletről érkeztek kontinensünkre. Egy hasonló, nők körében elvégzett genetikai vizsgálat alapján 7 európai ősanyát tételeznek fel, akik viszont egyetlen afrikai asszonyra vezethetők vissza. A modern ember körülbelül 150-200 ezer évvel ezelőtt fejlődött ki Afrikában, és körülbelül 100 ezer éve kezdett kirajzani a fekete kontinensről. Közben zajlik a stúdióban az élet, de Isten igazából a kollégáknak csak gratulálni tudok, mert Rodolfo se volt olyan gyors és ügyes, ahogy a kollégák átrendezték a stúdiót 2 másodperc alatt. Nos, hát kérem szépen tovább folytatjuk a témát. Ugye egy új genetikai eredmény alapján az európai férfiak 95%-a mindössze 10 ősatya leszármazottja, és ők is a Közel-Keletről érkeztek a kontinensre. Ezt mondja a hír, amit olvastunk, és most egyik szakértőnktől várunk választ, mégpedig dr. Pásztor Erzsébettől, aki populáció genetikával is foglalkozik, humán genetikával kevésbé, ön a stúdiónk szakértője. Hogyan kell értelmeznünk ezt a dolgot? Hogyan sikerült ezt egyáltalán kideríteni, hogy mi 10 ősatyától származunk valahonnan a Közel-Keletről? Szerencsére a férfiaknak van egy Y-kromoszómája, ami nem keveredik az X-kromoszómával, és ezért apáról fiúra száll, és az összetételét csak is a véletlenszerű megváltozások, a mutációk változtatják meg. Ezért, hogyha megfigyeljük azt, hogy milyen variánsai vannak, milyen változatai vannak az Y-kromoszómának a mai férfiak között, akkor következtethetünk arra, hogy ezek a férfiak honnan vándoroltak be például Európába, ha európai férfiakról van szó. 1007 embert vizsgáltak, azt hiszem a Science-ben erről Igen. írtak, és 25 európai, illetve más közösségből származó férfiakat, ugye? Igen. Az Y-kromoszómán 22 markert vizsgáltak, és ez alapján megállapították, hogy az európai férfiak 95%-a 10-féle típusba tartozik, ez jelenteni a 10 ősatyát. Ez a 10-féle típus, 10-féle vándorlási útvonalat, 10-féle közösséget jelent az őskori Európában. Ha megfigyeljük ezt a kutatók által mutatott térképet... Van nekünk itt egy ilyen bejátszás. Előbb szeretném, hogyha a vándorlási útvonalakat mutatnánk be, akkor az a különlegessége ennek a vizsgálatnak, hogy az egyes kromoszoma variánsokat vándorlási útvonalakkal, kultúrákkal kötötte össze. Az egyik variáns az 30-35 ezer évvel ezelőtt keletről érkezett Európába, még a jégkorszak előtt. A másik variáns szintén a jégkorszak előtt érkezett Európába, ez a zöld és a kék variáns. Ezek a jégkorszakot
úgynevezett refugiumokban, olyan helyeken élték túl, ahol elég meleg volt ahhoz, hogy fennmaradhassanak. Három ilyen refugiumot jelölnek meg, Spanyolországot, a Balkánt és Ukrajnát. Ezekben a refugiumokban megmaradhatott az a férfi populáció, ami utódaiba áthagyományozta az Y-kromoszómát. Na most ős atyák mellett kellettek azért ős anyák is, mert különben elég furcsa lett volna nekünk úgy létrejönnünk. Róluk mit lehet mondani? Itt közben egyik ős atya elfáradt, bocsásson meg, csak itt próbálok segíteni, mert ő lefeküdt aludni, későre jár már biztos. Az ősanyákat, azokat természetesen nem az Y-kromoszómáik alapján lehet vizsgálni, mert hisz ők nem hordoznak Y-kromoszómát, hanem minden sejtben vannak mitokondriumok, amiket az anyák adnak át az utódaikba, a férfiak nem. És ennek következtében anyai leszármazási vonalakat is követni lehet, és meg lehet állapítani, hogy melyek voltak azok a népességek, amelyekből a mai korunkban származott genetikai variáns. Na most még erről a dologról még beszélünk mindjárt, csak közben a papíraim között keresgélek, mert ugye megszavaztattuk a nézőket. Igen, megvan. Kérem szépen, az interneten ugye lehetett szavazni, és ugye arra voltunk kíváncsiak, hogy elhiszik-e azt, hogy az európai férfiak 10%-a, illetve az európai férfiak 10 ősatyától származnak. Hát kérem szépen, a nagy többség azt mondta, hogy Ádámtól származunk, a többiek azt mondták, hiszik is, meg nem is. Nem is ez a dolog lényege, hanem az, hogy elmondjam önöknek, hogy a 303-90-92-es telefonszámon hívhatnak minket, illetve jövő heti adásunkról már a satellit.tv.weboldalon is olvashatnak, és mindezt azért mondtam el, mert most egy olyan szakértőt hallhatnak, aki most nincs körünkben, mert külföldi elfoglaltsága van, viszont őnek is volt véleménye erről a kérdésről, és rövidesen folytatjuk a stúdióból. Tehát íme a riportbeszélgetés. Ez egy olyan hír, ami megerősíti azokat a korábbi elgondolásokat, amelyeket részben történeti embertani kutatásokból már feltételeztek, részben pedig a régészeti kutatások is valami hasonlóra mutattak. Ez történetesen azt jelenti, hogy nyilván Európa meghódítása több ütemben, több bevándorlási hullámmal történt. Tehát az első volt ugye mondjuk egy 40 ezer évvel ezelőtt, amikor az első homo sapiensek megjelentek. Ez az új vizsgálat azt mutatja, hogy valamikor 10 ezer évvel ezelőtt, amikor a jégkorszaknak a hideg szakaszából egy felmelegedési szakaszba történt az átalakulás, akkor közel-kelet területéről bejöttek újabb népcsoportok, nyilván a felmelegedés hatására. És kb. 6-8 ezer évvel ezelőtt volt a Föld történetében egy úgynevezett kis optimum időszak, amikor a mainál 1-2 Celsius fokkal magasabb volt az évi középhőmérséklet, csapadékosabb volt a klíma. Ez volt az az időszak, amikor a földművelés kialakult, amikor a háziasítások történtek, amikor első letelepedett életforma, a civilizáció kezdete tulajdonképpen ekkora tehető. Most ezzel a másik ebben a másik időszakban egy nagyobb bevándorlási hullám érkezett nem csak ide a Kárpát-medencébe, hanem Európa többi részébe is. Miért fontos önöknek, tudósoknak ennyire a múltunk, tehát az emberiség múltját kutatni? Miért fontos? Ez nem a tudósoknak fontos, hanem az emberiségnek fontos, ugyanis aki nem napi ügyekkel foglalkozik, és nem azt nézi, hogy a globális felmelegedés az elmúlt 10 évben hogyan zajlott, hanem azt nézi, hogy az elmúlt 10 ezer évben, vagy az elmúlt 40 ezer évben milyen volt a Föld klímájának, környezetének változása. És ezekből a példákból tudja, hogy ez milyen eseményeket váltott ki, az egészen másképpen tudja értékelni a saját helyzetét, illetve a jövőbeni helyzetét. Egy olyan dologra gondoljunk, amit még sokan a sorok között nem vesznek észre. De most egy felmelegedés van, amelyiknek van egy történetileg, egy természetes útja is, és erre az ember rádolgozza, így lehet fogalmazni, aminek az eredménye az lesz, hogy 50 év múlva garantáltan minimum fél méterrel megemelkedik majd a tengerek vízszintje. Ha ezt végig gondoljuk, hogy mit jelent ez Hollandia esetében, Banglades, Velence és stb. Esetében belátható időn belül, a mostani generáció öregkorára, akkor valóban a múltbeli tapasztalatok nem egy tudósnak a magánügyének számítanak, hanem az egész emberiséget érintő kérdése. És akkor bizony szomorú jövőt vetít előre a tapasztalat? Nem szomorú jövőt vetítek előre, ez meg fog következni. Az emberiségnek föl kell készülni arra, hogy
ilyen változások lesznek. És a múltban ennél sokkal nagyobb méretű változások is voltak, amelyet az ember azért túl tudott élni. Szokták azt mondani, hogy lengyel-magyar két nagy barát, ugye? És azt hittük, hogy ez valami, nem tudom mire vezethető vissza, hogy 1848-ban Benmapu idején megcsókoltuk egymást, de én azt hiszem sokkal többről van szó, mert genetikusok más bizonyítottak be, ugye, hogy nekünk magyaroknak ugye a lengyelekhez és a horvátokhoz is közünk van. Hát a november 10-i Science-ben megjelent cikk legmeglepőbb eredménye az az, hogyha bejátszanák azt az ábrát, ami a körökkel mutatja az egyes népességek összetételét, hogy ebben a vizsgálatban 45 magyar férfit is megvizsgáltak. És ebből az derült ki, hogy a 45 magyar férfi genetikai összetétele leginkább a lengyelekéhez, az ukránokéhoz és a horvátokéhoz hasonlít. Mi lehet ennek a magyarázata? Úgy magyarázzák, hogy a jégkorszak alatt ez a népesség behúzódott Ukrajnába, és a jégkorszak után Ukrajnából tért vissza Európába, és terjedt el Európa keleti felében. A még meglepőbb eredmény az az, hogyha látjuk a rózsaszín részét, elképzeljük a rózsaszín részét a köröknek, akkor azt látjuk, hogy az uráli típus, a kromoszoma típus, ebből a 45 férfiből Magyarországon nem került elő. Tehát ugyan mi uráli nyelvet beszélünk, mondja a cikk, mégis meglepő, hogy ez az uráli típus nincs olyan gyakorisággal jelen a magyar népességben, hogy 45 férfi valamelyike hordozza. Amikor a honfoglalás volt ugyebár 1000 évvel ezelőtt, és Árpád atyáink ide tévedt erre a földre, akkor mennyien éltek itt már, tessék mondani körülbelül? Nagyon nehéz megbecsülés, óriási vita van rajta. A régészek, néprajztudósok, történészek úgy gondolják, hogy Árpádék maguk is 200 vagy 400 ezeren jöttek. Ez nagyon kevéssé támogatható az antropológiai adatoknak. Azt mondják, hogy több millióan voltak már ebben a térségben, és a hunok azok a népesség 5%-a volt csupán. Azt lehet mondani, hogy a 10. századra keltezhető anyagban körülbelül 5%-nyi volt az a népesség, amely az uráli típusra vezethető vissza. A többi, vagy mint közember jött a honfoglalókkal, ezt nem tudjuk biztosan, egyrészt, másrészt viszont az itt talált alapnépességből származik, és ilyen módon nem igazán meglepő az, amit az előbb Erzsébet említett, mert valóban az egész Kárpát-medence történetére az jellemző, hogy új, több hullámban jöttek az új betelepedők, többnyire embertanilag szám szerint kevesen voltak, de nem írtották ki az itt élőket, hagyták élni őket, nyilvánvaló politikai hatalmat jelentettek, hatalomváltást jelentettek, és utána asszimilálódtak. És sok hullámban származtatás van ráadásul, ugyebár, ahogy tudjuk a legújabb kutatások szerint. Habár én ehhez nagyon keveset értek, viszont azt tudom, hogy állítólag a török nyelv közelebb állt a magyarhoz, mint bármi más. Én ebben egyáltalán nem szeretnék belemenni, mivel antropológus vagyok, nem régész. Ebből a vizsgálatból is az derül ki, hogy igen jelentős volt a magyar etnogenezisnek a 10. századi előtti szakasza, a 10. század előtti szakasza. Kérem szépen, hogy látják itt az asztalon mellettem van egy úriember, őt Subajuknál találták meg annak idején, őről amit kell tudni? Hát a humán evolúció szempontjából annyit kell róla tudni, hogy ő a kihalt neander völgyiek ágába tartozik. Tehát ő még nem az ős magyar. Ő semmiképpen nem. Ezzel szemben ebben a vizsgált korszakban, amiről szó van, a felső paleolitikum és ennek az orinyáki kultúrája, már olyan emberek éltek, akik teljes egészében a mostaniakhoz hasonlítottak. Tulajdonképpen a leleteket, Magyarországon nem találtuk meg ezeket a leleteket, nem volt eddig szerencsénk, viszont Európában számos helyen és három alaptípusra vezethető vissza. Ez a Comcapelli, a Cro-Magnoni és a Brünn-Strædmoszi, ez mindegyik megtalálható a mai Európában. Tehát 13 ezer évvel ezelőtt kb. Úgy néztek ki már az emberek, sőt, pontosan még úgy néztek, ahogy mi, csak hát igen. Nem volt ilyen szemüveg rajtuk. Hát nagyon kevés időnk maradt Erdei Grünwald Mihályra, aki viszont nagyon érdekes dolgokról fog beszélni, ennek az egész témának egy másik oldaláról. Hát Misi, miután kollégák vagyunk, ha ezt a dolgot olyan 3-4 percben össze tudnád foglalni, nagyon hálás lennék. Tehát magyarán szólva, te hoztál egy filmbejátszást is, és egy Karkumhegyi beszámolót. Igen, én tulajdonképpen egy központi megállóhelyen volt, jártam közel fél évvel ezelőtt, és forgattunk ott egy filmet, egy Emmanuel Anati nevű
ugyancsak világhírű régész professzorral, aki tényleg ennek a témának, mármint a régészet barlangrajz, barlangkutatásnak nagy szakértője, és egy expedícióval francia régészekkel együtt. És ez a megállóhely, ez azért döbbenetes, amint látjuk a képen, ez valamennyi elkészült ebből a filmből. Mit látunk? Mert itt egy kőkorszaki szentélyt, egy 40 ezer évvel ezelőtt fölállított antropomorf szobrokat, ő a professzor úr egyébként, akivel voltunk, és ez a Szinái félsziget északi csücskében 500 kilométerre attól a helytől, amit eddig neveztek kinyilatkoztatás hegyének, egy vándorút kellős közepén van ez a hegy, ahol 40 ezer évre visszamenőleg egészen az 5. századig időszámításunk után 40 ezer sziklarajz van ezen a fennsíkon, iszonyú mennyiség. És ez egy szoborpark. És egy szoborpark, ami 40 ezer éves, tehát ez azt jelenti, hogy ez a központi megállóhely Afrika és a Közel-Kelet, és innen akár tovább Európa felé, és ami még izgalmasabb és alátámaszt bizonyos dolgokat, akár a Kordos professzorét is, hogy időjárási viszontagságok mindig voltak és mindig lesznek, hiányoznak szakaszok ebből a történelemből. 40 ezer év és 5000 között időszámításunk előtt semmi nincs a fennsíkon, 5000-től 3000-ig rengeteg lelet, 3000-től 1000-ig megint semmi, és ez azt bizonyítja, hogy olyan időjárási viszonyok voltak azóta, mert paleometeorológusok ezt kivizsgálták, hogy ott emberfia nem létezhetett, onnan el kellett menekülni esősebb, hidegebb vidékekre, mert olyan szárazság és hőség uralkodott ezen a területen. Tehát vagy 40 ezer és 5000 között indult el egy nagy vándorlási hullám Európa felé, mert ez a vándorlási utak mentén van ez a hegység, vagy pedig 5000, illetve 3000 és 1000 között egy másik, és ezt alátámasztja eléggé jól a Science cikke. Köszönöm vendégeinknek, hogy megjelentek a stúdióba, kedves nézőinknek a figyelmet, önök a Hírigaz adását látták, legközelebb a jövő héten jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor a kegyes halál, vagyis az eutanázia lesz a témánk. Úgy érzem, hogy nem sikerült mindkét témát, a csillagászatot sem, meg a genetikát sem alaposan áttárgyalni, mert hiszen ezekről a témákról órákon keresztül lehetne beszélni, ennyit tudtunk önöknek nyújtani, viszontlátásra, jó éjszakát! A Szatellit Televízió műsorát látja.